sziasztok! A mai videónknak a témája az én kis lovas történetem lenne. Szeretném nektek elmesélni, hogy hogyan is kezdtem a lovaglást, és jelenleg hol tartok, és hogy még a terveim, illetve a céljaim a lovaglással. Hogyha érdekel titeket ez a kis videó, akkor mindenképpen gyertek és tartsatok velem. Közben itt van a kutyám is, és egy új barátunk, akit mindjárt megmutatok, és jó lenne, hogyha elköltözne innét. Ő itt Mr. Kaszás. És nem örülök neki, hogy itt van. Szóval én igazat megvalva felnőtt fejjel kezdtem el a lovaglást, viszont már gyerekkorom óta, kiskorom óta nagyon-nagyon imádom a lovakat és szeretem őket, viszont nem volt lehetőségem kiskoromban elkezdeni lovagolni, úgyhogy felnőttként azt hiszem, hogy középiskolában kezdtem el járni. Amikor volt egy kis zseppénzem, mindig mentem és lovagoltam. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyen heti egyszer, hogyha sikerült kijutnom, de van, hogy két hetente egyszer, attól függ, hogy mikor volt rá pénz. És ez tartott ilyen egy-két évig. Eljutottam odáig, hogy egyedül tudtam ügetni, vágtázni már kevésbé. Aztán sajnos lett egy olyan időszakom, hogy ugye elkezdődött az egyetem, a munka, és abba kellett hagynom a lovaglást. És körülbelül volt egy ilyen 6 éves kihagyásom, míg újra elkezdtem. Most egy év, hát kicsit több mint egy éve rendszeresen lovagolni járni, amit egyáltalán nem bántam meg. Ez volt a legjobb döntés, amit hozhattam, mert nagyon-nagyon szeretem, és a héten mindig azt a napot várom, amikor megyek ki a lovardába. Most, hogy már nyilván van saját fizetésem, illetve annyit tudok rászánni, amennyit én akarok. Most inkább az idő az, ami egy kicsit nehezítés, hogy munka mellett hogyan is tudok kijutni, viszont igyekszek heti kétszer kijárni a lovardába, és amennyire lehet fejlődni. Na, viszont most még szeretnék nektek bevágni néhány részletet arról a lovardáról, illetve mesélni alatta egy kicsit, hogy mik a nehézségek, és hogy mik mennek jól, stb. Stb. És hogy miért is kezdtem el újra lovagolni, mert baromira hiányzott az az érzés, amit ott az állatokkal töltök, és nem is az, hogy én most óriási célokat érjek el, hanem maga a kikapcsolódás, amikor szabad napodon, vagy akár munka előtt el tudsz menni, és akkor ott csak a lovakkal foglalkozol, csak az állatokkal, illetve hogy azt a feladatot, amit az edződ ad, meg tud oldani. Úgyhogy igazából nekem különösebben nagy célom nincsen a lovaglással, én nem akarok se versenyre menni, se ugratni, se semmi ilyesmi. Én szeretnék egy biztos ülést, mondhatnám így is, mint három jármódban. Most már talán mondhatnám úgy, hogy a vágta is valamilyen szinten megy, de azért ugye többet kéne kijárnom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tudok lovagolni, mert azért ez nagyon-nagyon messze van attól, viszont baromira élvezem az összes órát, az összes lovakkal töltött időt, úgyhogy nekem csak ez a célom, hogy hobbi szinten maradjon, és minél többet tudjak majd állatok között tölteni. A kedvenc lovamat a lovardában úgy hívják, hogy Lackó. Én nagyon szeretek kisebb termetű lovakkal menni, hiszen én sem vagyok túl magas, és valahogy komfortosabb, hogyha a ló is alacsonyabb, és ő pont egy ilyen lovacska. Most már hát lassan egy éve vele lovagolok minden alkalommal, úgyhogy kezdünk egészen jól összeszokni, összecsiszolódni, már ismerem a dolgait, a mozdulatait, hogy mit miért csinál, úgyhogy ez is egy nagyon jó érzés, hogy folyamatosan egy lóval tudok menni, és így tök jól ki tudtam ismerni a szokásait. Általában egyedül szoktam kijárni edzésre, így egy kicsit nehéz megoldanom azt, hogy valaki levideózza, hogy én hogyan lovagolok, viszont néhány alkalommal sikerül például anyukámat elhívni, vagy valakit, aki fel tudja venni az edzést. Ez azért is jó nekem, mert látom külső szemmel, hogy miket kellene változtatnom, vagy javítanom, amit például lóháton nem érzékelek. És nektek is majd ezeket a videókat fel tudom tölteni, benne fogom hagyni azokat a részeket, amik nem mennek jól, illetve azokat is, amik azért úgy jól mennek, hogy ne csak a pozitív dolgok legyenek benne, hiszen a lovaglásban vannak jobb napok, illetve rosszabb napok is, és biztosan fogtok találni benne hibákat. Ezt nyilván én is tudom, és javítjuk az edzőmmel, ahogy tudjuk. Viszont én nem akarom csak a jó részeket bent hagyni, úgyhogy ha lovas videó lesz, akkor ott igazából mindent fogtok látni, a jót is, illetve a rosszat is.
Ez volt az első óráim egyike az újrakezdés óta, amikor szabadon mentem. Itt azért eléggé még para volt az egész, mivel hát ugye azért a 6 év nem kevés idő volt, szóval ne haragudjatok, hogy ilyen bénán megyek, de bevágom ezeket a részeket is, illetve lesznek állított és fektetett videók is, de nem szeretném most ezeket szerkezgetni, úgyhogy remélem, hogy nem probléma. Mindegyik videónál vannak hibáim, amik valószínűleg látványosak is. Van, amikor itt még nem jó lábon ügettem, de azért igyekszek mindig jobb és jobb lenni. Ezen az órán a vágta része szörnyű volt szerintem. Folyamatosan mozog a kezem, és hát nem igazán sikerült jól beugratni vágtába. Most már szerencsére egészen jól megy, és sikerül együtt dolgoznunk vágtában is Lackóval, úgyhogy ennek nagyon örülök, viszont ahogy mondtam az előbb is, ezeket is bent hagyom. Volt egy olyan óra, ahol imperátorral mentem, régen nagyon sokat lovagoltam vele, viszont most inkább Lackóval szoktam, úgyhogy már egészen elszoktam a magasságától, illetve a mozgásától, úgyhogy itt is elég bénán mentem, illetve itt egészen gyorsan mentünk, szerintem legalábbis. Úgyhogy egy kicsit furcsa volt, de nagyon-nagyon élveztem ezt az órát és ezt az edzést, hihetetlen jó volt imperátorral itt menni. Ezen az órán pedig Amállal mentem, ő egy nagyon idős ló, nem is lovagolunk rajta túl sokat, ő még magasabb, mint imperátor, úgyhogy még inkább furcsa volt a magasság, illetve őnek is a mozgása, de igyekeztem a legtöbbet kihozni a lovaglásomból, azt nem mondom, hogy a lóból, hiszen én nem vagyok profi. Itt már a videófelvételen nyár van, és nagyon-nagyon sokat ugye Lackóval mentem, közel egy éve csak rajta lovagolok, úgyhogy itt már kezdtünk egészen jól összeszokni, és itt már egészen megismertem a szokásait, illetve hogy mit, miért és hogyan csinál. Let's go. Gyere. Let's go. Gyere. Gyere. Nézd, mit hoztam neked. Várja. Nézd, mit hoztam neked. Nézd. Itt tud elvenni. A nyár folyamán tönkre ment a csepszem, és sikerült vennem egy újat a krémmárban, amire nagyon büszke voltam, és itt próbáltam ki először ezt az újat, illetve itt mentünk ezen a pályán is, talán másodszorra legalábbis én, úgyhogy nagyon élveztem, nagyon jó volt ezen a pályán lovagolni.
Ez a kis felvétel pedig a legutolsó lovaglásomról készült, és alig várom, hogy újra menjek. Remélem, hogy a hörcsögös, illetve a kutyás videók mellett majd ezeket a néhány lovas videókat is fogjátok szeretni. Ez a videó viszont ennyi lett volna. Köszönöm, ha itt voltatok, és hogyha megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk nem sokára majd egy következő videóban. Addig is sziasztok!